Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... A budapesti Péterfi Sándor utcai kórház főigazgatója, dr. Sásdi Antal. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az előbb azt mondta, hogy az ellátási osztályok, mindenki ott marad, ahol van, és senki nem kerül az utcára. Ez hogy történik az ön ellátási osztályán? Azaz a fekvő beteg osztályon. Nekünk ilyen nincs, tehát ez a bizonyos ápolási osztály, nálunk csak krónikus belgyógyászat van, tehát ugye krónikus belgyógyászaton orvosok, orvos vezeti az osztályt, és orvosok látják el a beteget. Az ápolási osztály az már tényleg a szociális ellátás felé eső ellátási forma, ott csak ápolók vannak, és egy vezető ápoló irányítja az osztályt. Nálunk ilyen és nincs. És biztos van valami ügyelet az orvosoknál? Hát ilyen készenléti ügyelet, hogy általában ezek egy-egy kórház egységéhez tartoznak, tehát kórház valamelyik osztályán, gondolom belgyógyászaton ügyeletesek figyelnek rá. Azt is mondta a kommunikációs igazgató úr, aki a parlamentnek a tagja, hogy és hála Istennek már a Covid után vagyunk. Tényleg a Covid után vagyunk? Mert a szennyvizekből vett minták, azok nem konkrétan ezt mondják. Ingadoznak egyik héten csökkenést mutat, másik héten stagnál, aztán néha egy kicsit emelkedik. A betegszámok most az utóbbi napokban nálunk egy kicsit megszaporodtak. Előző héten már úgy láttuk, hogy hamarosan nem lesz szükség Covid osztályra, de azért mindig akad napi szinten egy és három közötti új beteg. Ezek nehezen vészelik túl? Van ebből haláleset, vagy inkább ilyen weekend hosszú, long weekend influenza tünetek? Hát inkább az utóbbi, tehát egyrészt a beutalások, Covid beutalások egy része erős túlzás, nyugodtan maradhatott volna otthon a beteg, és van is, akit úgymond elambulálunk és hazaengedünk, mégiscsak kellemesebb otthon. Súlyos esettel mi a kórházba tulajdonképpen egy 6 héttel ezelőtt találkoztunk utoljára, azóta nincs. Mennyire ön is látja a statisztikákat, hogy az emberek nem rohannak az influenza ellen beoltatni magukat? Mennyire kell ezt komolyan vennünk? Érdemes beoltatnunk magunkat. Nálunk azért jelentkeznek, nem csak dolgozók, ismerősök is, dolgozók ismerősei, hogy szeretnék az oltást, úgyhogy mi ezt készséggel rendelkezésre bocsátjuk. Értem. Lassan az év vége felé vagyunk, és ilyenkor szokta a kormány a kórházak adósságát elrendezni. Mi újság a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház esetében? Hát ugye mi az elmúlt több mint egy évtizedben adósságállomány tekintetében mindig a lista elején voltunk, hol az első helyen, hol a harmadik helyen, a körülbelül 100-as nagyságrendű kórház között. Ugye most is így van, a tetejében a helyzetünket súlyosbítja, hogy a március 1-i szétválás, amikor a baleseti levált tőlünk, az úgy történt, hogy a közösen megtermelt adósságállomány az ott maradt nekünk ajándékba. Szép kis vállóper ez. A bankkölcsöd marad, viszont a többin osztoznak. Igen. Úgyhogy itt maradt. Most a hírek szerint lesz konszolidáció, ugye a országos kassa nehéz helyzete ellenére, és a hírek arról szólnak, hogy ez most egy nem teljes, hallottunk olyat, hogy egy fél konszolidáció lesz, hallottunk olyat, hogy kétharmados, hát meglátjuk, várjuk. A miniszterelnök hivatalt vezető miniszter újságírói kérdése válaszolva azt mondta, hogy a
az energiakiadásokat a kormány rendezi, úgy az egyházi, mint az állami kórházak esetében. A kérdés viszont, hogy ezzel a hatalmas inflációval a kórház ugye nem csak gyógyítja a betegeket, hanem eteti is. Erről a múltkor beszéltünk. Igen. Mennyire lehet erre fölkészülni? Hát nehéz, nehéz. Ugye az energia számlák esetében van egy kormányzati kompenzáció, az a mi esetünkben úgy néz ki a elmúlt időszakra, hogy eddig jól sikerült, tehát abból nincs nagy gondunk. Ugye az élelmiszer áraknál kettős a gond, egyrészt folyamatosan emelkedik, másrészt a beszállítók, akikkel eddig szerződésünk volt, sorra mondják fel a szerződést, mert a szerződéses árat nem tudják tartani, sőt napról napra változó árak jelennek meg. Értem, de hogyha a változó árak, és ha fölmondják, akkor ugyanazokkal lehet újra szerződni, csak vagy újból el kell játszani a közösszerzést? Szerencsére nem feltétlenül lehet szerződést hosszabbítani egy új közbeszerzés kiírásáig, csak ugye most a élelmiszer piacon egy közbeszerzést elindítani teljesen feleslegesnek látszik, mert ami áron ma megnyerné valaki, az egy hét múlva visszamondja, hogy ezen az áron már nem tud szállítani. Általában a nyugatot követve ma már Magyarországon is minden egészségügyi intézménynek van egy-két alapítványa és támogatói köre. Az ott gyógyultak, vagy akik nagyon meg voltak elégedve a kórház támogatóivá válnak. Mit tud erről mondani? Eléggé nagy ma már a mecenatúra? Hú, de nehéz volt ezt a szót kimondani. Vagy hát, ez még nem eléggé gyökerezett meg? Ugye van egy központi kórházi alapítványunk, a Jobb Betegellátásért Alapítvány. Ugye ennek a számlájára érkeznek a legnagyobb összegek, ide érkezik az 1%-os felajánlás is, de hát mondjuk most ezen a számlán ugye a legutóbbi információim szerint van körülbelül olyan 20-25 millió forint körüli összeg, ami a éves közel 20 milliárdos költségvetésünkhöz képest, hát igen. Tehát ez egy smink tulajdonképpen. Igen, de sok mindenre azért jól jön, hogy fel tudjuk használni. Láthatatlanná tenni. Arról is beszélt, hogy ugye az építkezések, amik tervben voltak, azok későbbre vannak. De mi történik az új berendezésekkel, hisz egy műtőbe, egy röntgenben a dolgok amortizálódnak, újabb találmányok, újabb eszközök léteznek. Maradunk a régieknél, vagy azért mégis van rá mód, hogy fölzárkozzunk? Ugye a Covid járvány alatt nem csak lélegeztetőgépeket, hanem sok egyéb műszert is kaptunk a központi kormányzati forrásokból, úgyhogy pillanatnyilag elég jól állunk, műtőkben is, laparoszkópos toronnyal is, műszerekkel is, de hát ugye, ahogy említette, azért öregednek az eszközök, tehát mondjuk legalább két új műtőasztal most is nagyon jól jönne, mert két műtőben eléggé elöregedett műtőasztal van, de hát ezeknek a beszerzésére most éppen nincs sor. Rajta, kedves nézőim, mindenki lehet egy mecénás, és ha úgy érzi, hogy segíteni akar a kórházon, akkor rajta az interneten megtalálják ennek a módját. Mi történik a gyógyszerellátással, hisz egyes alapanyagok hiányoznak a gyógyszeráraknak, köszönhetően az orosz-ukrán háborúnak? Igen, ugye kórházi szinten ezt nem nagyon érezzük meg, tehát nincs olyan kórházunkban használt gyógyszer, amit ne tudnánk beszerezni. Van, amit kicsit nehezebb, mint korábban, de most sem lehetetlen, tehát ilyen szempontból a kórházi ellátásban jobb a helyzet, mint az utcai gyógyszertárakban. Az országos vérellátó nagyon nehezen dolgozik azért, hogy elegendő mennyiségű vér legyen. Hogy érzik ezt a kórházakban? Zökkenőmentes?
Pillanatnyilag nincs ellátási gondunk. Ugye mindig van olyan ritka vércsoport, ami gondot okoz, de azt is elég gyorsan meg tudják oldani. Tehát valószínű mondhatjuk azt, hogy kicsik a tartalékok, de egyelőre zökkenőmentes a műtétes szakmák vérellátása. Egyre több kórházban vannak bérnővérek, azaz alvállalkozóktól jönne az egészségügyi személyzet egy része az ellátási osztályokra. Hogy van ez önöknél, és van-e elegendő munkaerő? Nálunk is vannak ilyen úgynevezett bérnővérek, elég szép számmal, hiszen az ápolás területén folyamatosan hiánnyal küzdünk, nem csak most, 10 évvel ezelőtt is, meg 20 évvel ezelőtt is ez volt a helyzet. De 20 évvel ezelőtt voltak egészségügyi tanfolyamok, nővérképzés, asszisztensképzés, hol tartanak ezzel? Szakközépiskola, ugye ez jó néhány évvel ezelőtt ezeket hál' Istennek újra visszaállították, de a korfát illetően olyan a helyzet, hogy 10 nyugdíjba menő ápoló helyett körülbelül a képzés 3-4-et tud biztosítani, és az se biztos, hogy mindenki az egészségügybe akar elhelyezkedni a végzettek közül. És a nyugdíja szépkorúak azok továbbra is foglalkoztatva lesznek? Igen, igen. A legnagyobb számban egyébként az orvosok is, és az ápolók is kérik, és szeretnének tovább dolgozni. Ez szerencsére most elég egyszerű. Vannak olyan kórházak, ahol sorba állnak a sztázsőrök, az orvosok, ahogy befejezték, hogy az első éveiket ott töltsék, mint például a Bethesdában. Önnél is van ilyen? Nálunk is jó néhány olyan jó hírű, országosan jó hírű osztályunk van, ahova körülbelül 3-szor annyian szeretnének rezidensként belépni, mint amennyit fel tudunk venni. Úgyhogy igazából ez a rezidens utánpótlás, ez úgy néz ki, hogy megoldott a kórházunkban. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Sázsdi Antal, a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház főigazgatója volt a vendégünk. Bízom benne, hogy megtalálják az interneten a támogatási lehetőségeket. Higgyék el, karácsonyra mindenki adakozzék családjának, barátainak, ismerőseinek, és gondoljunk ilyenkor egy-egy kórházra is. Lehet, hogy ettől nem lesz még szebb, de legalább telik majd egy karácsonyi csokoládéra is. Köszönöm, hogy velünk voltak, előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.